elektroszmog méréseknél a legváratlanabb helyeken bukkanhatunk mérési eredményre, vagy komoly értékekre, mint jelen esetben. Tehát ez egy mosogató és környezete, és mégis a határérték feletti értékek mérhetők, vagy legalábbis ahhoz közeliek, 200 körüliek. Lényegében itt a bútorlap, vagy a fal mögött, vagy a fal belsejében kábelek futhatnak, illetve a túloldalon, a fal túlsó oldalán lehet erős terhelés, de esetleg ezek ezen az oldalon is mérhetőek. Tehát meg kell tudnunk, hogy mi van a túloldalon, a fal mögött, illetve mi van a falban, illetve ki kell találnunk az árnyékolás módját. Ma már léteznek olyan festékek, amik ezeket a felületeket kezelik, és nem engedik a túloldalról, vagy a fal belsejéből terheléseket a beltérbe jutni. És akkor egy olyan optimális értékhez juthatunk, ami már megfelelő, de itt még jelentős a terhelés ebből a fal belsejében, vagy a túloldalán levő terhelésből adódóan. Tehát vizsgálnunk kell olyan helyeken is az elektromos terhelést, amire esetleg nem számítunk, legyen az fürdőszoba, mosogató vagy egyéb hely, de minden esetre a fontos helyeket mindenképp vizsgáljuk meg, ilyenek lehetnek például a hálószoba és az ágyak környezete.